Már egy ideje használják a kelebiai határátkelőnél található körforgalmat. Egyedül az Y ágra vezető kiárat van még lezárva. Ennek átadásával jelentősen tehermentesül majd Szabadka város közlekedése. Az utolsó simításokat végzik a Szabadkát elkerülő Y ág kelebiai szakaszán. A Zombori út és a Kelebiai út közötti 12 km-es utolsó szakasz átadásával valóra válik a helyiek több évtizedes álma ez egy nagyon jó dolog, hogy kikerüli példakép Kelebiát is, ugyanúgy, mint falut érint, vagy az egész Szabadkát. Ez szerintem egy legjobb dolog, ami már réges, rég szükség lett volna rája. Kelebián az is nagy gondot jelent, hogy a faluban feltorlódnak a határátkelésre várakozó kamionok. Ez közlekedés biztonsági szempontból is veszélyes. Például, hogyha az utcánkból szeretnénk kijönni autóval, azt sem tehetjük meg biztonságosan. Először ki kell szállni valakinek is jobbra-balra tekinteni, hogy jön-e kamion esetleg, vagy bármilyen jármű. Tehát ez szörnyen megnehezíti a közlekedést, és hát nem biztonságos. Az áthaladó kamionok hamarosan nem mehetnek majd be Kelebia területére, mert megnyitják az Y ág utolsó szakaszát is. Ezzel szabadka forgalma felélegezhet mondta el közügyek című műsorunkban korábban Kern Imre infrastruktúra fejlesztési államtitkár. Azok, akik Kelebiáról Sándorba vagy Pazicsra mennének, így elkerülhetik a városi csúcsforgalmat. 2019 végén a teherautók kikerülnek a városból, és az y lesznek kötelesek közlekedni. Tehát az a célunk, hogy majd a belügyminisztériummal is megbeszéljük, hogy ne lássunk többet az Ágrábi úton illetve utcába, vagy pedig a halasi úton ne lássunk többet teherautót, mert mi azért építettük az y ágazást hogy végre valahára kikerüljen a városból a teherautó, illetve csak azok a teherautók közlekedjenek, akik a városi ellátást végzik. Az Y-ág az autópálya Szabadka dél lejáratától vezet a kelebjei határátkelőig. Az első szakaszát 2017. márciusában adták át, majd következett a Topolyai útig vezető szakasz, ezután pedig 2018 végén a Zombori útig készült el ez az út. Most a Zombori utat a Kelebjai határátkelővel összekötő 12 km-es szakaszt adják majd át. Tocsübiti Velikorasztoricsenyi, ez a ez a morate svi na Horgoš moći da koriste i Kelebiju, posebno kada dođu Božićni, Uskočni i svi drugi praznici. Tako da, ti ljudi u Subotici mogu, koji su to mnogo godina čekali da odahnu. Az y nál kiépítésére Szerbia költségvetéséből jelentős eszközöket különítettek el. A jövő évi büdzsében is szerepel 500 millió dinár, amiből két felüljárót építenek ki a úti és a Pacséri úton.